Na sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit! Forza Motorsport 7 karrierre jelentkezem, ugye hát régen volt már, meg egy bajnokságot így is félbe hagytam, vagyis a végénél hagytam abba, úgyhogy jó lenne folytatni, ugye még mindig a második bajnokságban vagyok a breakoutban, úgyhogy folytassuk tovább. Mindjárt adok képet, meg hangot is. Jó, akkor meg vagyunk. És akkor hol is jártunk? Tehát kettő verseny van még hátra. Audi. S3-mal. Forza Touring Cars nevű szériában, és eléggé le vagyok maradva a bajnokságban, valószínűleg ezt nem is tudom megnyerni. És pont a Laguna Seca érkezik. Emlékszem, milyen szinten van az a, de szerintem lehet, hogy profi. Vagy hájon, nem tudom, megnézem. A Norbi féle Honda. Hát ez a kanyar soha nem fog sikerülni. Kis Red Bull-os Volvo. Hát
Na legalább már órat előzzem már meg az utolsó körbe. Ötödik hely, hát ez a max. Erős az aj. Egyes pályákon. Jó. És akkor így. Még visszaestem még egy helyet. Mehet a utolsó verseny. Ebben a kategóriában, vagy szériában. Ferrari Kalifornia. Jó van az. Jó, megnézem már a... Az AIT expertem van. Beveszem high-ra. Most eső Silverstone következik az utolsó verseny. Még nem esik egy jövőre. A rendes GP pályán megyünk. Két kör. Na most kezdett el szakadni az eső.
Hú, már majdnem végsebességem volt az Audi. Hát így meg, hogy levettem H-ra, így meg sehol nincsenek. Hát én nem értem ezt az ajt, hogy ez hogy van beállítva. Vagy expert levettem be H-ról. Hát visszaveszem akkor H-ra, aztán meglátjuk úgy majd a következő kategóriában, mit tudunk. És akkor a bajnokság vége. Nem értem el az 5000 pontot, harmadik lettem. Jó van az. Majd a következő kategóriában. Excellent driving. Yeah, you deserve that place on the podium. Jó, és akkor a következő, ugye három van kész, a Sportkompakt, a Modern SUV és a Forza Touring Cars. A következő pedig a Mercedes-Benz Racing Truck. Na nézzük. It weighs as much as an elephant, can generate 1000 horsepower, and is as aerodynamic as your refrigerator. But don't think of this as a novelty. Let's see how you do against a field of them. A versenykamionokkal kell menni. És ezt nekem meg is kell vennem, fasza. 200 000. Jó, mondjuk most van pénzem. Silverstone-ra megyünk vissza. És akkor visszaállítom az ajt expertre. Úgy
ugyanúgy 5 verseny. Silverstone-ban 3 kört kell mennünk. Ezt valószínű belső kamerából fogom. És éjszaka. Az szép. Kisebb pálya rész, ahol megyünk. Berobbantam. Nem nagyon látom a tükröket. Belecsúszok, majdnem. De miért fékezel rá, haver? Elfékeztem. Megint elfékeztem ugyanazt. Nagyon király vezetni.
akkor következő verseny. Abu Dhabiba érkezünk. Négy körös lesz. Legalább most látom a tükröket. Nem bírok megállni. Lehetne menni, telig állunk. Jóval a féktáv elét fékeztem, és még így is alig bírtam megállni.
meg is van. Egyvenöt ponttal vezetek, Vatka 4 helyet jött fel, Mike 6-ot, Destroyka 6-ot, az szép, jöhet a harmadik pálya. Road America. Négy kör itt is. Elég rövid pályának tűnik. Menjetek! Hogy húz el tőlem kell tevén, az ilyen. Azt a végsebessége még nem lesz jó. Legalább a dobogó legyen már, mert még egy kör van.
Milyen vonat jött a hátul. Le tudom gyorsulni a rajta célig, és lebazni. Az igen. És megvan. Na, ezt nem gondoltam volna. És akkor most jön az utolsó előtti futam. Porsche GT3, 50 ezer kredit csak, ezt el is hozom. Elfogytak a kártyák. Nürburgring. GP ráadásul esőbe. Nagyon jó. Hello Angie, köszönöm a csírt. Nem volt hangja a csírnek. Egy kicsit feljebb veszem. Köszi még egyszer. Baszki! Már fékezni kellett volna régen. Egyfolytában tolnak. Igen, ezt én is szeretném, ha visszajönne az etekbe ez a pálya. Szerettem itt vezetni.
minek végeztem. Azt a mindent, ez csodálatos ez. Sokkal szebb, mint a Horizon 4. A víz az, az eszméletlenül szép. Köszi, van jó meló, neked kitartás. Köszi a csírt még egyszer. Na, megvan ez is. És akkor az utolsó verseny ebben a kategóriában. Ponttal vezetek csak. Valami értelmes pályát utolsónak. Le Mans esőben. Három kör. Tudok menni sehova, mert mindenhol autó van. Nem tudtam kerülni.
Hát nem egyszerű ez a pálya. Aha, oké. Okay. Nekinek a gumifalnak. Neki lepattattam róla egyenesen a gumifalnak. Okoztam egy kis kavarodás. Senki nem előzött meg. És meg is van. Sikerült megnyerni ezt a szériát.
elég könnyen ment. Ezer összehez maximális pont. Racing excellence deserves recognition, and you got it. Outstanding. És akkor már elvileg a breakout így meg is van, és akkor mehetnék tovább, de nem fogok, mert ugye mindegyik kategóriát kimaxoljuk. The breakout championship is yours. Igen, megvan a kupa. You're another step closer to winning the Forza Drivers Cup. You can now go for the next challenge, the Evolution Championship. Így van, meg is van a kupa. Mehetnék, 68-as Dodge-ot kapok, Dodge Dart Hemit, meg egy új versenyruhát. És akkor már jöhetnék az Evolution-be, de ugye nem fogok, mert befejezzük a többit. Formula E a következő kategória. Lots of car companies talk about the future through better engines, better fuel efficiency, or better safety features. Meg kell ezt vennem ezeket is, hogy az, ú, a Panasonic, de jól néz ki. Panasonic Jaguar. This is a Formula E car, where the E stands for electric. Van a Virgin. This blend of tech and torque even has its own FIA endorsed race series. Ezt nem is ismerem, Tech Cheetah. Venturi. Megsztevő. Nézzük meg a izét. A Jaguar nézett ki a legjobban. Akkor ez marad. Milyen festések vannak rá. Maradunk az eredetinél. Na. Hát kíváncsi leszek, milyen pályákat ad be. Lime Rock az első, 4 kör. És akkor ezt is ugyanúgy belső nézetből. Ez a hang, ez beszarok. Te menjetek már, hát ketten előztek meg. Hova mennek a többiek? Az eleje hogy elhúzott, azt a mindenit, nem, ezért nem szeretek szarakodni.
Az előbb szélnél gyaláztam mindenkit. Experten, itt meg már nem. Itt meg már a közelébe se tudok menni az első háromnak. Következő pálya Le Mans, ugyanúgy, mint az előbb, ugyanúgy esőben, csak két körrel. Egy körön van elkapni Petit.
És nem kezdett el esni az eső, pedig azt írta, hogy eső is lesz. Van egy olyan érzésem, hogy nincs bekapcsolva a kipörgésgátló. De nem baj. Feljöttem az első helyre, de pont egyenlőség. Korvettet meg lehetne venni. Megveszem akkor. Long Beach. Az szép lesz. A harmadik pálya. Hát erre kíváncsi leszek, mert ez baromi nehéz pálya. Uff! Az egy pofon volt a javából. Ez a szopatós rész itt. Az első kettő nagyon elhúzott, az már egy bukta.
Hát ennyi. És akkor így visszaesek második helyre. 20 ponttal vezet az első. Utolsó előtti pálya jön. Daytona. Két körrel. Repülő rajta. Azt a kurva, hogy megúszott keresztbe az autó. De komoly az ovár rész. Hát nem nagyon tudom elkapni őket. Thank you.
Hát így csúnyán visszaesik. 65 ponttal vezet, hát így már nem nyerhetek. Hello, Zeus. Így elbuktam a bajnokságot. Mount Panorama. Na jó, pihenés, Zeus. Á, baszki, nem néztem a térképet. Uff! Egy pár embert kiküldtem. Nem néztem a térképet, úgyhogy jön a pálya. Na, az hasz az elő. Köszi szépen, Kobra. Jó hosszú pálya.
Ennyi. Egyszer tudtam nyerni csak. Egyetlen egyszer. És így visszaestem teljesen. Nem, feljöttem második helyre, akkor végül második lettem. Hát azért, mert a többieket kiütöttem az egyes kanyarba. Ennyi. És akkor a következő kategória. Rally Heroes. Na, 5 verseny lesz, utána Sport, GT, utána egy Open jön, 918 Spider. Na nézzük a Rally Heroes. Unlimited power and aerodynamics. Group B rallying with some of the most dangerous racing anywhere. Hát ebből Audi lesz. After a string of safety issues and driver deaths, Group B cars, nicknamed Killer Bees, were deemed too dangerous for their own good, and their rallies were cancelled after a few. Nothing like that new car smell. You'll be able to find this one in the garage. Az igen, két kör a fullos Abu Dhabin. Nem, be volt kapcsolva a Stability Control meg a Traction Control, és azt hittem, hogy ki van. Eléggé csúszkáltam. Az faszarajt volt. Ilyes. Lejjebb fogom venni az ajt, mert egyszerűen nem bírok velük. Semmi esélyem győzelemre. Azaz, úgy.
de jól néz ki belülről is. De hát nem akarok 600 ezeret költeni most a McLaren, inkább elfogadom a lóvét. Prága fog jönni, de akkor ezt így most már. Tehát az előbb is szarrá kúpoltak a formulája. A versenyben meg itt is. De semmi esélyem nincs a győzelemre. De olyan helyen fékeznek, könyörgöm, ahol padlógálaton kéne menni. Az első megint oda van.
Második vagyok 30 ponttal lemaradva. Hockenheim, esőben. Három kör. A nagy pálya. Mármint a GP. És most kezdi a szakadni az eső.
Na hát így tudtam nyerni, hogy három körös. Két körös lett volna megint, akkor megint bukó. Pontra csökkent az előnye. Most jön a negyedik verseny. Hát ez két körös lesz, itt nem biztos, hogy tudok harcolni a győzelemért. Akkor tekerünk.
ezt a bajnokságot is elbuktam. És az utolsó verseny jön. Ez jó. Ez nehéz pálya. Helyszín az gyönyörű. Eldobott arra a rázókból. Mindenki elfékezte. Thank you.
Na, az utolsó versenyt csak megnyertem. És akkor így. Második helyen végeztem megint a bajnokságban. Lola. 50 ezerért. Hát... nem. Semmi szüksége el szerintem. Na jó van, azt hiszem, hogy ennyi is. Amúgy is 2 órásra terveztem. Akkor folytatjuk majd a következő részben a Sport GT kategóriával, utána egy Open Breakout jön, utána Porsche 918 Spider, ez Passing Challenge, tehát előzni kell lesz, Open Wheel Legend, és akkor utána jön majd az Endurance Racing, az majd egy külön live lesz szerintem, tehát akkor ez a 4 kategória várható így a következő részben, és akkor utána majd folytatjuk már az Evolution-nel. Jó van, köszönöm mindenkinek, aki velem tartott. Egy 15 perc múlva jövök vissza az új Assetto Corsával, M6 BMW GT3 és Pórikár tesztel. Adjinak köszönöm a cheert, sziasztok!